Az idén 7 millió dináros keretösszegből gazdálkodik a pénzalap, és 5 pályázati vonalon indulhatnak a regisztrált gazdaságok. Magyar Kanizsa község több éves törekvése az, hogy az állattenyésztést és az organikus termesztést segítse, illetve hogy növelje az öntözendő területek nagyságát. Mindjárt lehet beszélni először is a mesterség és megtermékenyítésről, illetve lehetőség van tenyészállatok beszerzésére, öntözőrendszerek telepítésére és beszerzésére, az organikus termesztés, benne a szertifikáció megszerzésére, illetve az elhullott állatok teteménynek a költségeinek az elszállítására. A felhívás november 15-éig áll nyitva, de ajánlatos a teljes pályázati dokumentációt minél gyorsabban átadni, míg a pénzeszközök ki nem fogynak. Kis Róbert, termelő a szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésére pályázott a tavalyi évben is. Mint minden segítség jól jön a gazdálkodóknak, mert egy bizonyos részét le tudjuk fedni a költségeinknek. A község felismerte, hogy a termelőket támogatni kell, hál' Istennek, és támogat is. A községi pályázás nagyon egyszerű és nagyon gyorsan működött, tehát itt nem kell rengeteg papírt összeszedni. Gyakorlatilag, ha megvoltak a számlák, azokat beadtuk. Az adóhivatalba kellett egy igazolás, hogy ki van fizetve az adó, és ennyi. A pályázati felhívásokat az idei évi községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási programmal összhangban írták ki, amelyet a Magyar Kanizsa Község tanácsa hozott meg a mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium előzetes jóváhagyásával.